Egy 29 ország beérkezett adatai alapján készült statisztika szerint arányaiban Magyarországon él a legtöbb elhízott ember Európában. Ezt a sorrendet az országokban mért testtömegindex alapján állították fel. A testtömegindex egy olyan érték, amelyet az egyén testmagasságát és tömegét összevetve kapjuk meg. Ez alapján a túlsúlyos kategóriába sorolják azokat, akiknek az indexe 25 és 30 közötti értéken van. Az orvosi értelemben vett elhízás pedig a 30 fölötti testtömegindexnél kezdődik. Az USA-ban a leggyakoribb az elhízás, 35,5% körül van, a Mexikó az 32 fölött, és Magyarország a harmadik, kb. 32% a magyarországi elhízottak aránya. Ezzel Európában első helyén vagyunk. A szakember szerint bizonyos mértékben örökletes lehet a túlsúly, de sok más dolog is állhat az elhízás hátterében, ilyen például a helytelen étkezés és a mozgásszegény életmód. Az emberek, akiknek nincsen jó anyagi helyzetük, paradox módon azok néha többet tesznek mennyiségben, mint a gazdagabbak, akik vigyáznak a életmódjukra, a diétájukra, és így hát túllépik mondjuk azt a több mint 2000 kalóriát, ami fölött már általában növekszik a testsúly. Tehát a testsúly csökkentésbe a kalóriát kell csökkenteni, a fogyókúra alatt 1500-1200-ra, és hát a tápanyagoknak az elosztásában a szénhidrátokat kell elsősorban csökkenteni, a fehérjét lehet növelni, és a zsírokat mérsékelten fogyasztani. A szakember hozzátette, a zsírszegény diéta kiemelkedő hatékonysága megbukott, a gyorsan felszívódó szénhidrátokban szegény, például fehér kenyeret, burgonyát és tésztát nélkülöző diéta mintegy 4 kg-mal több fogyást eredményez fél év alatt, mint a zsírszegény diéta. Az elhízás fiatalkorban a legveszélyesebb, náluk ugyanis nagyobb a rizikófaktor a súlyosabb betegségek kialakulására. A szélsőséges fogyókúrákat azonban nem javasolják a szakemberek. Az ilyen nagyon heroikus fogyókúrákat kerülni kellene, sőt már igazándiból maga a fogyókúra megnevezés is hibás, ugyanis itt nem arról van szó, hogy kúraszerűen kell egy bizonyos fajta étrendet megtartani, hanem egyszerűen egy megfelelő egészséges életmódra kell beállni. Ugye az elején, amikor nagyon nagy súlyfelesleg van, akkor mindenképpen azt kell elérni, hogy napi szinten az ember kevesebb kalóriát vegyen be, mint amennyit felhasznál. Ennek ugye nem csak az a módja, hogy a bevitt kalória mennyiséget csökkenti, hanem hogy rendszeres testmozgással, megfelelő sportolással a kalória felhasználást is növelik. A 2004-ben mért adatok alapján a lakosság 20%-a volt túlsúlyos Magyarországon, ez a szám 2009-re több mint 8%-kal nőtt. Egy tavaly készült debreceni statisztika szerint azonban hazánkban az elhízottak aránya már eléri a 32%-ot.